Több mint 25 fő menetelt csütörtök délelőtt 10 óra magasságában Tornyospálca fő utcáján. A Honvéd Suli Egyesület tagjaiból, kadétokból és tisztjelöltekből, valamint civilekből álló csoport azelőtt 2 órával indult útnak Fényes Litkéről. Első pihenőjük volt Tornyospálca központja, ahol az első és második világháborús emlékműnél tartottak megemlékezést. A résztvevők arról is felvilágosítást adtak a helyi iskolásoknak, hogy a szovjet csapatokon túl milyen körülményekkel kellett küzdenie a magyar katonáknak 79 évvel ezelőtt a Donkanyarnál. Amikor az orosz télben a hó az vízszintesen hú bele az ember arcába, a szél, és gyakorlatilag fagyási sérüléseket okoz. A Honvéd Suli Egyesület elnöke azt mondta, a megyében 10. alkalommal megrendezett emlékmenet egyszerre szól szolidaritásról, emlékezésről és emlékeztetésről. Az ottani katonák, tehát a propaganda ellenére helytálltak, nem is akárhogyan, hiszen 200 kilométeres frontvonalat védtek. Ez embertelen, tehát amikor élménypedagógiával dolgozunk, pontosan azért, hogy az öt érzékszervünkkel érezzük, lássuk, halljuk, ízleljük, tapintsuk azokat a dolgokat, amelyeket átvitt értelemben már mi csak átvitt értelemben tudunk, de ők tapasztaltak. Tehát amikor most megjelent egy pár hópehely, szálingózik, mi boldogok vagyunk tőle, mi azt várjuk, hogy essen a hó, minél aktuálisabban, minél húsvér ízzel át tudjuk ezt a dolgot élni. Természetesen a mai modern viszonyok között. Miért fontos ez? Azért, mert csak így tudjuk kicsit kapizsgálni a történelmet. Az országban elsőként 22 évvel ezelőtt szerveztek emléktúrát a doni hősök tiszteletére, a kezdeti 2 fő pedig mára több ezerre dúzzadt. Ebben a hagyományápolásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ma már élen jár. 10 évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk a Honvéd Suli Egyesület, és olyannyira fejlődik ez a csapat, hogy immáron az emléktúra sorozaton belül 2 időpontban, mind a 2 időszakban 4 napokat teljesítenek, összesen 200 kilométert, és kb. 40 települést érintenek, tehát a legnagyobb távot, a legtöbb települést és a legtöbb civilt tudják így megmozgatni az országnak egy olyan részében, ahol ez pláne kuriózumnak számít. Ez az ágyú az emlékmenet során összesen 38 településen dörren meg a megyében. A résztvevők a 2x4 napos turnusban összesen 200 kilométert tesznek meg az 1943. januárjában odaveszett katonák tiszteletére.